Az életem címszavakban. A sajtó számára egyszer én voltam a 21. század bálványa, máskor pedig a szegény kis hamupipőke, vagyis a diáklány, akinek életében valósággá vált, amiről mások csak álmodnak. Egészen közönséges lány voltam. A papámnak műhelye volt, nekem pedig félbehagyott jogi tanulmányaim. Egészen normálisan éltem, míg bele nem szerettem egy csodálatos emberbe, Leonhard von Arendorfba, egy milliárdos vagyon örökösébe. Esküvőnkkel azonban elkezdődött a rémálom. Percekkel a szertartás után Leonhardot lelőtték. Én a külvárosi lány egy csapásra Európa egyik leggazdagabb asszonya lettem, s vállamra nehezedett több ezer dolgozó megélhetésének felelőssége. Amikor megtudtam, hogy éppen a legközelebbi barátja gyilkolta meg Leonhardot, úgy éreztem, már semmit sem ér az életem. Hihetetlen szerencsém volt, és amikor Moritz mellém állt, végre megértettem, hogy az élet csodálatos módon mégis folytatódhat. Moritzsal új időszámítás kezdődött el számomra. Ez volt a második esélyem. Mégis, amikor a legboldogabb vagyok, hirtelen annak a lövésnek a hangját hallom, és félni kezdek. Félek, hogy az istenek mégis féltékenyek lesznek az új boldogságomra. És ez így is lett. Antónia, könnyek a paradicsomban. Jó reggelt! Hát nem gyönyörű az idő? Gyönyörű. Ups! Robert, volna szíves elvenni tőlem? Természetesen. Grófnő? Jó reggelt, James! Jó reggelt, grófnő! Megérkezett a szállítmány elmaradt része. Szuper, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, picikém! Mutatok neked valamit? Őrizd meg a nyugalmadat! Hagyj időt, hogy hasson rád. Idő kell hozzá. Igen, csinos. Nagyon csinos. Marinak tetszeni fog. Ugyan már. Ha két év múlva még mindig nem tetszik, hát visszaküldjük. Jó reggelt. Jó reggelt, Julia. Jó reggelt. De hol van Lucinda? Lucindának gondjai vannak a barátjával. Ah. Oh. Ezerszer megmondtam neki, hogy semmire kellő az az ember, de nem, ő nem hallgat rám. Hányadik próbálkozás is volt ő? A hetedik. Ne aggódjon, grófnő. Majd én vigyázok a kicsire. Köszönöm, Julia. Két éve még nem gondoltam, hogy ilyen boldog lehet az életem. Szinte normális, békés. Olyan boldog vagyok, hogy néha megijedek. Félek, hogy egyszer még meg kell fizetnem érte. Hogy valahol már készülődik a következő katasztrófa. Köszönöm. Micsoda nő volt! Én láttam őt! Én láttam őt először, és mindjárt mondtam magamban. Péter azt mondta, bingo, ebből lesz valami. Ő lesz a 21. század bálványa, mondtam magamban. Ő meg a Lükeliba. Ő nem akarta, érted? Pedig én vagyok az. Én csináltam azokat a híres fotókat Lady Diana utódjáról. Címlap, cicik, cégbirodalom. Ennek sikerszaga van. Te is érzed? Sajnálom. Egy kicsit gyorsabban kellett volna megírnod. A grófnő már nem aktuális. Semmi sem történik vele majdnem két éve. Se egy botrány, se egy dráma. Hogyan kit érdekel ma egy boldog házasság? Valami hangzatos esemény nélkül ez csak hulladék.
Szóval neked cirkusz kell. Ide hallgass, hozok én neked olyan eseményt, halvány dunsztos sincs róla minden keresztül az a nő az életében. Jól van. Megkapod a balhédat. És pontosan mit is keresünk? Keresünk valami gyanús szőke csinibabát, az arany ifjú, az ifjú Arendorf életében. Föltesszük a kérdést, mi lenne, hogyha a szőkesség kezébe nyomunk egy szép kis csekket, és reméljük, hogy eszébe jut egy elfajzott szexorgia, valami buzihajlam, vagy más kőkemény perverzió, vagy kilengés. Prima. Igen. Mondd csak, te tudtad, hogy Tatjana egyetemre járt? Méghozzá orvosira. Mutasd. Nem olyan, mint te. Két szilveszter a faiskolában. Velem volt viszonya Moritznak. Titkos találka a nyaraló helyen. Nézd csak. Ebből lehetne valami. Ugye 6 éve már, de ki tudja. Tatjana Bruni. Carlos, gyere ide, kérlek! Figyelem! Kérem, Tatjana Bruni kísérőjét jelentkezzen a legközelebbi információs pultnál. Egy kicsit várj itt, jó? Mikor jön már a mama? Mindjárt, szívem, mindjárt. Carlos. Miért nem jön a mamám? Miért sírsz? Egy lezuhant repülőgép és egy árva gyermek változtatta meg örökre az életemet. Arendorf alapítvány. Igen, így igaz. Az Arendorf Alapítvány az egész világon igyekszik segíteni, de a munkánk leginkább a Németországban élő hátrányos helyzetű gyermekeknek segít. Árvákat és utca gyerekeket támogatunk, és ezen nem csak anyagi segítséget értek, hanem igyekszünk érzelmi hátteret is biztosítani nekik. Festők, fafaragók, sportolók, látja, nálunk minden gyerek a saját tehetségét fejlesztheti, és célunk optimálisan felkészíteni őket, hogy később szakmát választhassanak, vagy tanulhassanak. Lehetséges, hogy rossz a lelki ismerete, mert Európa egyik legnagyobb vagyonával rendelkezik? Nem, nincs lelki ismeret furdalásom, de nagyon boldog vagyok, és ezt szeretném megosztani. Sokan inkább aggódnak, hogy elveszik öntől. Igazán? Tehát ön nem fél? Nincs semmi gondja? De kellene egy új babysitter. A 2 nappal ezelőtt Augsburgban lezuhant utasszállítógép fedélzetén 10 ember utazott, akik közül senki sem maradt életben. Néhány órával a tragédia után Fürstenberg úr, az ismert médiaügyvéd, 5 millió eurós kártérítési keresetet nyújtott be. Tatjana Bruni 33 éves volt, amikor a halálos gép fedélzetére lépett. A kis Carlos 2 napja teljesen árva. És most azt kérdezem. Fürstenbergen? Mennyit ér egy emberi élet? Viszlát! És most azt kérdezem, mennyit ér egy emberi élet? Nem jó a nyakkendő, mindenki látja. Igen, mert ronda. Miért nem szólt róla? Úgysem hitt volna nekem. Szerezen kérem egy megfelelőt. Az ebédszünetben. Mi baja van? Jól jönne neki egy kis kedvesség. Hát akkor törődjön vele. És mit derítettünk ki? Volt egy eszteri... Ajajajajaj, nincs időpontja, uram! Vigyázat, Uthegernek is neveznek. Ursula, köszönöm. Ursula, Fürstenbergem, kegyeskedjék nekem audienciát adni. Na mi van, be akar perelni az egyik ügyfelem? Ugyan, engem mindenki szeret. Csak Carlos Bruni érdekel. Az meg ki? Az emlékezet barátom, az emlékezet. Ő az a kis taknyos, akivel épp most mutatkoztál a tévében. Szóval mit találtunk?
Volt egy egyszeri átutalás egy svájci bankszámláról. És? Az Arendorf bankháztól származott. Tudod, hogy ez mit jelent? Kérdőjelet? Érzelmeket. Egy árva gyerek érzelmeket jelent. Csak el akartam venni a kést a lányától. Szörnyen sajnálom, hogy tehetném jóvá? Gyere. Műanyag. Repülő szerencsétlenség, 10 halott. Mindig tudom, hol talállak. Friedrich. Szabad? Tessék. Néhány szalag címmel a katasztrófa történelem. A történelem mindent elnyel, könyörtelenül mohón. A történelem egy ragadozó, de kitörődik aztán a sorsokkal, a halottakkal, a túlélőkkel. Például Tatjana Bruni esetében. Ő meghalt. Nagyon sajnálom. Most a fia az ügyfelem. Gyereke van? Hát Carlos a te fiad. És ennek megfelelően a vagyonod jelentős része is őt illeti. Akkor azt sem tudtad, hogy amerikai állampolgár. Nagyon kellemetlen lehet. És főleg nagyon drága. Moritz. Adok neked egy baráti tanácsot. Igyekezz a lehető leggyorsabban elismerni az apaságot. Kisasszony, kérek egy poár sárdonét. Igen, én vagyok. Ráérsz egy percre? Egy nőről van szó. A neve Tatjana Bruni. Igen. Igen, teljes nyomozást. Köszönöm. Itt volt megint a régi félelem. Már azt hittem, úgy élhetünk, mint egy hétköznapi család. Aztán hirtelen ráébredtem, milyen törékeny lehet a boldogság. Azt hittem, a család sebezhetetlenné tesz. De most még védtelenebbnek érzem magam, mint régen. Sebezhetetlenek vagyunk, amíg összetartunk. Nem próbáltál meg ma felhívni? Nem volt fontos. Oh.
amilyen igazad van. Semmi sem állhat kettőnk közé. Nem. Semmi. Hű. Szabad a nevét? Éva Hartmann. A babysitteri állás miatt jöttem. Jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Segíthetek? Éva Hartmann, a babysitteri állás miatt jöttem. Ja, persze. Moritz Arendorf. Örvendek. Én is. James, elkísérni a hölgyet? Grófnő! Kérem, várjon itt. Kismadaram, ide néz. Neked hoztam a kertőt. Antonia? Igen. Antonia Scherer? Igen. Egy iskolába jártunk. Nem emlékszel rám? Éva Hartmann. Éva? Igen. Szervusz, szia, hogy vagy? Jól, köszönöm, és te? Én is jól vagyok, itt dolgozol, na és nem. Milyen a grófnő? Látom, megtalálták egymást. Igen, köszönöm, James. Már értem. És ő Marie. Marie? És aztán terhes lettem a bogárkámmal, és 2 éve összeházasodtunk Moritzzal. Na hát... Nem is hallottam róla. De most mesélj te magadról. Magamról? Hát én csavarogtam. Voltam Tájföldön, Indonéziában, aztán átmentem Dél-Amerikába, Guatemalába, Peruba. Ó. Igen, Costa Ricába. Ott aztán meg is ragadtam, mert szerelmes lettem. Klausba. És vele együtt nyitottunk egy szörfiskolát. Aztán jött a hurrikán, és elintézett mindent. Hol van most a te Klausod? Meghalt. Tudod, ki akarta hozni a deszkáinkat, de beomlott a tető. Oh. Szóval mi a helyzet? Tudsz használni egy régi barátnőt? Klaus? Carlos Bruni amerikai állampolgár. Fürstenberg biztosan bíróság elé viszi az ügyet oda át. Én azonban mégsem aggódnék a helyében, Arendorf gróf úr. Fürstenbergnek nincs semmi a kezében, és azt fogja megrendezni, amihez a legjobban ért. Egy blöffet. Akkor is elvégeztetem az apasági tesztet. Uraim! Tudjátok, kicsi koromban nekem nem volt mamám, volt viszont egy csodálatos papám, aki megtanította nekem, milyen az igazi otthon. Az otthon a biztonságot jelenti, egy meghitt helyet ezen a világon, és azt, hogy az ember nincs egyedül a problémáival, hogy szeretik. Természetesen az Arendorf gyerek otthon, melyet most átadunk, nem pótolhatja igazán az otthont, de... legalább megpróbálja, hogy
egy kis tartást adjon nektek. És hogy miért mondom el ezt itt ma? Tulajdonképpen azért, hogy tudjátok, én 100%-ig meg vagyok győződve arról, hogy mindegyikötök számára van a világban egy olyan valaki, aki nagyon-nagyon szeret benneteket. És kívánom, hogy legyetek boldogok. Nagyon köszönöm. Arendorf grófnő, nagyon meghatott a beszéd. Köszönöm szépen. Gratulálok. Gratulálok. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönjük a beszédét. Köszönöm szépen. Arendorf grófnő. Jó napot. Ő a kis Carlos, az édesanyja nemrég halt meg, repülő szerencsétlenségben. Itt fog lakni önöknél. Szervusz, Carlos. Szia! Hogy hívják a tigrisedet? Emil. Emil? Ide hallgass, Emil. Tudod, Emil, Carlosnak lehet egy kívánsága. Nem kívánsz semmit? De, a mamámat kérem. A mamámat kérem. Hát ez brilliáns. Robert, nem akar elmenni egyet fagyizni? Tudja, grófné, hogy nem lehet. A férje leszedné a fejemet. Nőt. Kérem, válaszoljon! Halljuk! Biztos szörnyen féltékeny most! Hogyha a férjemnek lenne még egy gyermeke, akkor tudnék róla. Sajnálom, emberek, de ez egy kövér kacsa. Kérem, kérem! És ha mégis igaz a hír? Mi van, ha eltitkolta a férje? Mindenkinél van egy hullapincé! Antónia! Ide! Ide! Sosem hazudott! A férje mindent tud magáról! Antónia, álljon meg! Antónia, álljon meg, kérem! Antónia! Álljon! Az a fontos, hogy most ne izgasd föl magad, hiszen ismerlek már. Szóval, a neve Tatjana Bruni, a képek a kesztyűtartóban vannak. Orvostahallgató volt, mellette egy parti szerviznél dolgozott, mielőtt megismerte a te kis kutyácskádat. Igen. Valami jótékonysági bazáron. Csak hát nem lett belőle love story. Néhányszor egyemetje, és rögtön bingo, de a kutyuskát fizetett. Noblesse oblige, ahogy a francia mondja. Állj meg! Várj, ez körforgalom! Állj meg! Jól van, mindjárt, mindjárt megállok! Igaz ez? A fenébe! Mi vagyok én neked, hogy ezt elhallgatod? A te fiad, Carlos? Még nem tudom. Nem akartalak felizgatni, míg nem tisztázom a dolgot. Kímélni akartalak. Kímélni? A fenébe, Moritz, mennyit ér a szerelmünk, ha kímélni kell az igazságtól? Antónia, kérem! Elfogadja a kis fiút! Antónia, válaszoljon! Kérem! Antónia! Carlos, kékvérű vagy fattyú? Kérem, ne hagyjon el! Kérem! Természetesen érvényesíteni fogom Carlos igényeit. Ügyfelemnek jár az Arendorf vagyon egy tetemes része, s nem hagyjuk magunkat apró pénzzel kifizetni. Ne vegye rossz néven, Antónia, de az utóbbi napok felhajtása sem Carlosnak, sem az alapítványnak nem használ. Eltorzítja az eddigi jó hírünket, és a szponzorok nyugtalankodnak. Néhányan már vissza is léptek. És én most mit tegyek? Talán jobb lenne, ha egy ideig nem jönne ide.
Tudja, hogy van ez. Uborka szezonban a médiában, kell nekik a szenzáció. Most éppen az Arendorfok vannak soron. Nincs mit tenni. Szia, Carlos! Szia! Te tényleg kastélyban laksz? Uh-huh. Meglátogathatlak ott egyszer? Bármikor. Ó, bocsáss meg, hogy így rád törtem, drágám. Remélem nem zavarok. Csak ne zavartasd magad, a legszükségesebbek itt vannak velem. Tudom, mennyire elfoglalt vagy, igazán nem várhatom, hogy még a vendégszobával is törődj, ha? Aha. Nem. Mind ízléstelen. Túl durva. Nem is tudom. Csak nem ellenségességet tapasztalok. Hagyd békén a családomat. Ahogy ti hagytatok engem békén, mikor még együtt voltam Sophie-val. Az más volt. Sophie túl jó volt hozzád. Túlságosan jó. Látszik valami? Nem. Hozz a jeget. Ó, bocsánat. Éva, gyere be, gyere, gyere. Nem akartam zavarni. Nem zavarsz, ülj le. Hello. Jó estét. Bemutatom neked az anyósomat, Alexandra Arendorf grófnőt. Alexandra, ő Éva Hartmann, régi iskolai barátnőm. És az új pesztonka. James, hozatnak kérem még egy terítéket Évának? Azonnal. Köszönöm. Igen, Éva olyan kedves, hogy segít nekünk. A legjobbkor. Ah, igen. Épp a legjobbkor jött. Kairos. A görögök erre azt mondják, Kairos. A megfelelő pillanatban helyesen cselekedni. Át kell adnom neked Valéri szívélyes üdvözletét. What a pity, mondta ő, mikor elmeséltem, hogy titokban megnősültél. Valéri? Borghese. Nem az egyik Agnelli menyasszonya volt? Mindkettőé. Épp ez volt a tragédia. Ez egyébként egy kicsit rátok emlékeztet. Valéri, meg te. Szép pár lettetek volna. Antónia! Antónia! Valérivel ez már ős régen volt. Egy kis diákflört. Miért kellett volna róla mesélnem neked? És Tatjana Bruni? Az pontosan 6 hónapig tartott, s utána elhagyott. Tehát te nem tudtál Carlosról? Nem. Akkor miért fizettél neki? Fizettem. Miről beszélsz tulajdonképp? Milyen ember vagy te? Azt tudnod kellene. Nem. 2 éve vagyok a feleséged, és közös gyermekünk van. De nem tudom, ki vagy valójában. Hogy bízzam benned, ha nem tudok rólad semmit, ha mindent magaddal beszélsz meg? Én nem ismerlek.
Micsoda blőd helyzet ez. Nem ismerlek téged meg Moritzot eléggé, de Antonia, azt látom, hogy szeret téged. Összetartoztok. Aludj jól. Minden rendben? Jó reggelt, Hanna. Köszönöm, Hanna. Jó reggelt. Egyébként tegnap beszéltem az ügyvédeimmel. Mint tudod, bőven van tapasztalatuk apasági kereseti ügyekben. Szerintük az apasági teszt egyenlő a beismeréssel. A fizetés is, anya. Az egyszeri juttatás volt. Értettettem a tisztesség kedvéért. Bár semmi bizonyíték nincs rá, hogy ez a Carlos a te fiad. És ki tudja, kivel volt még dolga ennek a Tatjana Bruninak. Kicsit sem szégyelled magad? Miért kellene? Mit gondolhatott rólam Tatjana? Én csak téged akartalak védeni. És a családunkat. Az én családom Antonia és Mari. Arendorf grófnő, nem volt megbeszélve. Hagyja csak, Ursula, köszönöm.
A méltóságos grófnő személyesen. Kapucsinót? Szóval tönkre akarja tenni a családomat. Velem ne kezdjen, kedves uram! Ha még egyszer nyilvánosan azt állítja, hogy a férjem gyerektartást fizetett, olyan kártérítést fogok követelni, hogy belekékül. Elismerem, kicsit elhamarkodott volt a kijelentésem. Valójában Alexandra Arendorf volt az átutaló. Alexandra? Tavaly hó, senki sem tudja. Mindazonáltal néhány napon belül kezemben tartom majd a bizonyítékot, hogy a maga férje Carlos vérszerinti apja. És még a pecsétgyűrűjét is lehúzom róla. Senki sem bújhat ki a felelősség alól, még egy Arendorf sem. Elmúlt az az idő, amikor semmi következménye nem volt a kis erotikus kalandjaiknak. Kérdezheti, hogyan, hisz Moritz még nem vetette alá magát DNS vizsgálatnak. Valóban nem. De Leonard, a bátyja, igen, aki úgy látszik, épp oly szívesen kamatyolt az aljanéppel. Igen, az Arendorfok gyakorlottak már az apasági tesztekben, és eddig mindig ügyesen ki is másztak belőlük. Eddig. Leonard eredményei megvannak. És néhány napon belül elő is veszem őket összehasonlításra. Maga undorító. Tudom. Itt van egy nyuszi, meg egy lovacska. Ugye? Ja nem, nem, ez bárány. Mit mond a bárány? Be! Mit mond a bari? Hm? Halló? Miért hívsz itt föl? Megőrültél? Igen. Nem tudom, hogy meg tudom-e tenni, olyan kedvesek itt hozzám. Most le kell tennem. Még a katasztrófa hatása alatt áll. Gyakran elvonul, keveset beszél. Megfontoltan kell bánni vele. Carlos? Köszönöm. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. És most bekapjuk a halacskát. Am, am, am. Grófnő, látogatója jött. Carlos, gyere ide. Gyere. Kismackó. Na, tetszett? Izgalmas volt, ugye? Uh-huh. Mindjárt lekefélem a lovat. Segítesz nekem? Igen. Állj ide, megkötöm a lovat. Szeretnék veled maradni. Megértem, hogy mit érzel. Nagyon hiányzik a mamád, ugye? Tudod, mikor egész kicsi voltam, az én mamám is meghalt. De neked volt papád. Igen. Nekem volt papám. Szia, kicsikém. Szaladj! Mm-hmm.
Carlos itt marad. Arendorf. És hol van? Hol? Szervusztok. Carlos? Szia. Ő Moritz a férjem. Szia, Moritz. Szia, Carlos. Palacsinta. Láttad ezt? Láttad ezt? A tigrised most kapott be egy hatalmas darab palacsintát. Nézd csak meg. Látod? Emil nem éhes. De, épp most láttam. Csak nem néztél oda. Bizony. Hatalmas falatot. Nagyon szereti a palacsintát. Hidd el, ez a kedvence. Indiában mindig ezt teszi, mert tulajdonképpen onnan származik. Tényleg? Különösen az ilyen tigrisek, látod? A koronások. Nem fantasztikus? Tudod, éhes vagyok. Adsz egy kicsit. Amit művelsz, az gyerekrablás. Kérelmezzük, hogy gondviselői lehessünk. Az még nem jelenti, hogy meg is adják nekünk. Azt se tudom, hogy tényleg a fiam-e. Jó reggelt! Jó reggelt! Mi történt? Ez meg mi? A DNS vizsgálat eredménye, amit megrendelt. Ez nem az az eredmény, amelyet én rendeltem. De! Leonard Arendorf eredménye, melyet Carlos Bruni DNS vizsgálatával... Összehasonlítottak, és bizonyítania kellene, hogy Leonard Arendorf és a védencem közeli rokonok. A szakvélemény ezt nem igazolja, tehát nem ér semmit. Te is vadász vagy? Nem. A nagyapám volt vadász. És te? Te vadászol? Én pillangóra vadászok. Hű, itt aztán lehet focizni. És ez ott mi? Az egy kamera, ami a kastélyt figyeli. És minek? Hogy ne lopjanak el semmit. Itt vannak tolvajok?
Szóval te igazán jó focista vagy? Igen. Ki ér ki közülőbb a kertbe? Fél idő, kicsit pihenek. Úgy látom, boldoggá teszi. Hagyjuk ezt a magázást. Most te is hozzánk tartozol. Vége a szünetnek! Éva. Fürstember, tessék! A nők csodálatos lények, érzelmesek, impulzívak, lágyszívűek, és általában... Ki ne mondja? A mi grófnőnk éppen kolosszális hibát követett el. Magához vette a porontyot, és egy kevéske rossz akarattal egész nyugodtan állíthatjuk, hogy a fiút elrabolta. Végül is Carlos nem Moritz Ahrendorf fia. És a grófnő valószínűleg még ma kérvényt nyújt be átmeneti gondnokságra, s mivel most mi vagyunk Carlos gyámja, ezt a kérvényt természetesen jóvá hagyjuk. Ha Antóniának ez a fattyuk el, megkaphatja masnival a hajában! De csak ha kifizette a számlánkat, és a mi számlánk összege nagyon, nagyon magas lesz. Igen, köszönöm. Melyik lakosztályban? Bellevue? Rendben. Ezzel nem mész semmire. Azonnal gyere ki abból a fürdőszobából. Én mondom, hozok egy fejszét, és Jack Nicholson kismiska volt ahhoz képest, ami mindjárt belőlem lesz. Gyerünk kifelé! Nyuszi-muszi! 100 000 rajongó vár türelmetlenül ide kint. 100 000 ember, akik nem gondolják, hogy kövér vagy. Csak mert valami bulémiás, buzi, allergiás a nőies dombarulatokra nem hagyhatod, hogy szétszedjék az egész stadiont. Jaj, megbolondulok! Anton! Micsoda ragyogás ebben a hajlékban. Minek köszönhetem a megtiszteltetést? Puszi! Mi folyik itt? Az új védencem. Tak-tak, csak mobilon beszélünk. Éppen becsavarodott, csak mert egy újságíró kivételesen igazat írt, és kövér bajor virslihez hasonlította. Én mondom neked, lassan kiöregszem ebből a munkából. Mit tehetek érted, kedvesem? Segíts nekünk, Nessi. A nyilvánosság tudtára kell adnunk az igazságot. Igazság az csak basszúságot hoz. Mi a helyzet valóban Moritz Carlos apja? Na jó, mondjuk úgy, ha adoptáljuk, akkor mi vagyunk a szülei. Tudom, mit teszünk. Úgy rendezzük, mint Steffi és André. Egy időpont, és mindenki nézheti, foghatja, szagolhatja. Imádni fogják. Jól van. Ne vigyem a kis ágyába. Kosztarikán. Ott éjjel tele volt az ég csillagokkal. Mint ha folyékony lenne. Néha egész beleszédültem.
Ott boldog voltam. Nagyon nehéz lehetett egy ilyen katasztrófa után mindent előről kezdeni. Hát nem könnyű. De mi más tehetek? Carlos eltűnt. Hogy, hogy eltűnt? Nincs meg. Gyere! Nem! Carlos! Carlos! Carlos? Semmi. Állj! Itt van. És a riasztó berendezés? Belenyúltak! Belenyúltak? Azt hittem bomba biztos ez a baka! Ki ismerte magát? Nézzétek a másik oldalt! Antonia! Moritz! Enélkül nem tud aludni. Semmi rendőrség, különben Carlos meghal. Na? Semmi. Nem hívjuk a rendőrséget. Először megvárjuk a hívást. Rendben. Semmi. Igen? Hol van Carlos? Szeretnék hazamenni. Carlos? Carlos, hallasz engem?
A kapcsolat megszakadt. Igen? Azt nem fogom... Tízmillió. Nem hívhatjuk a rendőrséget. És azt akarja, hogy te vidd el a pénzt. Sajnálom, Fürstenberg úr, csak ismételni tudom. A gróf úr és a grófnő most nem fogad senkit. Tök fel. Jó napot, a nevem lesz Szileng. Fürstenberg. Ismerjük egymást. Tokió 4 évvel ezelőtt. Ó, persze. A hotel recepciónál állt, alsónadrágban. Nem hordok alsónadrágot. Ó, nem. De majd én megpróbálom. Jó napot, kérek szépen egy hamburgert és egy Cola Light-ot. Igen, vicc volt. Sürgősen várnak engem most azonnal. Sajnálom, de ön nincs rajta a listán, Lengasszony. De jó ég, hát persze, hogy nincs a nevem a listán, hiszen gyakorlatilag a családhoz tartozom. Azonnal nyissa ki a kaput, ne játsza itt nekem Fort Knox őrzőjét. Bizony! Igen? Ah, Robert. Igen, értem. A személyzet valaki... a legnagyobb rizikó, mint a baráti tűz, mikor a saját embered lő le. Drágám, jobban kell nevelned az őreidet, szervusz, édes puszi. Mm. Ez barát vagy ellenség? Ellenség. Akkor szabadulj meg tőle. Még pontosan 20 percünk maradt, aztán mindenki itt lesz. Sajtó, rádió, tévé, az egész bagázs. Ha-ho! Mi? Hogy ma? Hát persze! Tökéletesen elfelejtettem. Jó ég. Na mindegy, semmi baj, úgyis csak háttér vagy, majd én mindent elintézek. A fotózás a konyhában kezdődik. Te főzöl, persze valami finomat, mint a háziasszonyok királynője. A kicsi segít, egy kis liszttel az arcán, aztán kivegyünk a kertbe, a gyerekek játszanak, a kicsi méri meg a kis Carlos. A család szeretett Arendorfi módja, és az egészet fölvesszük, és idilli filmecskét keverünk belőle. Jó vagyok, de még mennyire? Egy pillanat türelmedet kérem. Mi? Félreérti a jövetelem célját, tisztelt grófnő. Tulajdonképpen nincs miről tárgyalnunk. Csupán azért jöttem, hogy a kis Carlost magammal vigyem. Miért? A gyámja, vagyis én, addig elutasítom a kérvényét az átmeneti gondnokságra, míg nincs kielégítően tisztázva az ön nevelő anyai alkalmassága. Maga viccel. Tudja, nagyon is elképzelhető, kedves grófnő, hogy tisztelt férje úr a törvénytelen gyermekét önkéntelenül is elutasítja, sőt, megutálja. Ez lelkitörést okozhat a kicsinek, egész élete megbélyegzett, félresiklott lehet, bűnözővé válhat. Ezt akarjuk? Mindenképp szükségünk lesz pszichológusi szakvéleményekre magáról, a kis Carlosról, a megfelelő interjúkkal, és... Na igen, főleg egy bírósági döntésre, az ilyesmi hónapokig tarthat. Mennyibe kerülne nekünk, hogy Carlos nálunk maradhasson? Ez bizony érdekes kérdés. Jó, hallgatom. La paparazzi, la paparazzi. Anton, mi van? Készen vagytok? És hol van a kis szerelem gyümölcse? Sok örömük telik majd a kis fickóban. Grófnő, asszonyom, Moritz, nagyon örültem, viszontlátásra. De hát mi történt? Úgy néztek ki, mint aki most adtak be a vállópert. Carlos miatt van. Tegnap éjjel elrabolták. Mi? Anton...
Köszönöm, Benedikt. Kérem, gróf úr. Jaj, nekem! Megmondanátok, hogy mit meséljek az újságíróknak, ha? A sajtó, a rendőrség. És akkor Carlos meghal. Oké, akkor kiötlök egy jó kis történetet, hiszen csak valami sztori kell, amiről írhatnak, értitek? Hogy igaz vagy sem, az úgy sem érdekel egy lelket se. Minél hangzatosabb, annál jobb. Igazi dráma kell, egy jó kis zaftos botrány, vagy ilyesmi. Itt a sajtó. Megvan. Elővesszük a jól bevált klasszikust. A férjnek viszonya van a babysitterrel. És pak! Édes, most bíz bennem, elrendezem a dolgot. De először arra kérlek, mutasd meg nekik a csinos pofidat az ablakban. Hm? És villasd rájuk a híres elfújta a szél pillantásodat. Jó? Nessie terve teljes képtelenség. Hívom a rendőrséget. Nem, ne hívd! Kérlek. Félek. Én is félek. Miattad. És Carlos miatt. Kérlek, ígérd meg, hogy nem hívod fel őket. Hm? Kérlek, bízz bennem. Bízz bennem. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A nagyra becsült figyelmüket kérem! Először is nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számban megjelentek, és most egy kis bejelentést kell tennem. A mai fotózás a legnagyobb sajnálatomra elmarad. Az oka bizony. Szilva kompót. A kisfiú sokat evett belőle, és most sajnos nem érzi jól magát. Akkor hozd le a röcsiről! Nessie, mi ez a marhaság? Igazán nagyon örülök, hogy a rossz hír ellenére nem hagyják elrontani a jó kedvüket, és megígérem önöknek mindenre, ami szent, hogy a lehető leghamarabb befotoljuk a mai elmaradt találkozót. Szívből köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. Viszlát. Ide hallgass, szívem. Ha a terv bejön holnap, nehéz napja lesz a barátnődnek. Vajon tisztában van vele? Nem érdekel, mi lesz vele. Lényeg, hogy senki ne legyen itt, mikor átadom a váltságdíjat. Értitek? Anton, kérlek, nyugodj meg. Minden rendben lesz. A jó öreg Valc elhinti Moritz és a Pestonka édes kis titkát, a banda megindul a hamis nyomon, és ha te nem tartod be pontról pontra a megegyezésünket, akkor ezután kerti törpékről írsz majd, világos? Szervusz! Szia! Kicsim, van még valami, amit mindenképpen tudnod kell. Fürstenberg a patkány mégis rendelt összehasonlítást Leonard DNS-ével. Igen, azt tudom, és? Már csak ez hiányzott nekünk. Nem mutathatnál csak egyszer némi együttérzést? Remélem, értesítetted a rendőrséget. Nem, szigorúan tartjuk magunkat a rabló utasításaihoz. Igen, igen. Nagyon elfizetsz. Különben végképp vége a tekintélyünknek. Ez minden, ami most eszedbe jut. Köszönöm a segítségedet, anya.
Itt a kedvenc fotósotok beszél. Hogy ki? Válts? Ide hallgass, exkluzív fotók egy sztorihoz. Ha meghallod a házszámod, le fogsz ülni. Már ülsz? Oké. Szóval Moritz Arendorf gróf félrelép, érted? Félrelép. És hopsz, egy alkalmazottján állandol. Igen, már megvannak a fotóim a kicsikéről. Arról volt szó, hogy minden nap beszélünk. Mi van? Miért nem jelentkezel? Klaus, mit keresel itt? Mi ez? Honnan van pénzed ilyen ruhára? Mit izgatod magad, hiszen sikerült? Éva, akkor sikerült, ha megkaptuk a pénzt. Most már nem adod fel, ugye? Kitalálnak egy mesét, hogy Moritzra is rám terejik a sajtó figyelmét, hogy Antónia holnap nyugodtan átadhassa a pénzt. Érted? Holnap, tűnj el! Mit van? Peter Waltz? Személyesen. Ó, köszönöm. Jó utat. Igazán nem értem, mit teszik rajta ez az Arendorf. Messziről látszik, hogy egy ribanc. Nyuszi pofi. Ez a lotyó egyáltalán nem ribanc, hanem Antónia régi iskolatársa. Jó, de ezt nem tudja senki. És ez a történet kinyírja. Ebben igazad van. Éva Hartmann... A Moritz Arendorf után nem kap rendes állást. Uh-huh. De úgy tűnik, ez nem érdekli. De miért teszi meg ezt Éva? Vagy gonoszak a szándékai, vagy aranyszíve van. Az utolsó aranyszívű ember Teréz anya volt. Pontosan. És tudod, mit jelent ez, egérkém? Ez munkát jelent. Kest tőle bugyidat. Minden tudni akarok Éva Hartmannról, rendben? Boldogan, Péter. Ezt a dolgot Carlosszal nagyon sajnálom. Az apasági tesztem eredménye. Teljesen mindegy, mit mond az a teszt. Én vagyok az apja. Az nem lehet. Megvan Leonard régebbi DNS tesztje, ezt Fürstenberg összehasonlította Carlos DNS-ével, és az eredmények nem egyeztek. Ha Leonard nem nagybátyja Carlosnak, akkor te sem lehetsz az apja, ha csak nem vagy Leonard testvére, ami teljes képtelenség.
Te vagy az anyám? Hát persze. Mondd meg, ki az apám. Nincsen jogom megtudni. Anya, én mindig igyekeztem megfelelni az elvárásaidnak, az igényeidnek, melyekkel mindnyájunkat terrorizáltál. Végül is meg kellett felelnem a büszke nevünknek. Akár akartam, akár nem. A szónoklataid a morálról, hagyományról és illemről téged nem tartottak vissza attól, hogy viszonyod legyen. Talán több is volt? Sajnálom. Szeretted őt? Igen. Igen, szerettem őt. És ha olyan lettem volna, mint a te Antóniád, akkor kézen fogtam volna, és elszöktem volna vele. Tudod, hogy néha irigylem a feleségedet. A kompromisszumok nélküli odaadását. Én ezt nem tehettem meg. Ha elmentem volna, akkor elvesztettem volna Leonardot. Albert nem hagyta volna, hogy elvigyem az elsőszülött fiát. Ha tehát döntenem kellett. A fiamat választom, vagy a szeretőmet. És én döntöttem. Most mindketten halottak. Apád tavaly halt meg Madridban, nem ismerted. Milyen volt? Tudod, ő csodálatos ember volt. És nagyon hasonlítasz rá. Na, jól van. Lesz már. Nem bírom én. Fogd már meg, Léci. Még ez a várakozás. Jössz egyet? Kösz. Figyelj, ez a réged. Mi van? Na, mi az? Mi van benne? Mutasd csak! Mutasd! Ugyan már ez nem lehet. Na, mi? Ez lehetetlen. Micsoda? Hogy gondolja? Na, hát. Igen? Rendben. És mikor? Értem. Szólj Évának. Kezdődik. Hová mész? A városba, aztán fölhív. Vidd magaddal Robertet. Nem lesz semmi baj. Szeretlek. Vigyázz magadra. Hey, ott jön! Hol van? Gyere már! Ott jön! Fotózd, igen! Megyázz! Hey, hova van? Mi lesz?
Na, milyen vagyok? Zseniális. A gróf és a gyereklány, Antónia házassága véget ér. Tehát, Eva Hartmann 1997 óta Klaus Weber felesége. Esküvő Kosztarikán. Hmm. Szörfiskolát nyitottak, tönkrementek. 2000 februárjában visszajöttek Németországba. Ki ez a Klaus Weber? Mostoba név. Fogalmam sincs. Azt én honnan tudjam? Onnan, hogy utána néztél, és mert tanultál az éves során, és mert 9 éve fizetem a rohadt titkárnőképző tanfolyamodat. Csak 8! Igen, itt Peter Waltz. Nyugalom. Nem ön. Kérem, kapcsolnál nekem Schabowski főfelügyelőt? Ne rosszalkodj, kölyök! Mondd még egyszer. Lopás, okirathamisítás és csalás. Szép kis párosítás. És hol? Ah, itt a városban. Igen, ez elég, ezzel már tudod dolgozni. Igen, köszönöm. Jó, köszönöm. Jó. Köszi, Pete, és üdvözlöm a feleségedet. Ó, fél éve elváltatok? Hát sajnálom. Majd visszahívlak, jó? Rendben. A rohadt rögzítő. Hív nekem addig a palotát, gyorsan. Melyik palotát? A Buckingham palotát, te dinnye! Arendorf vagy... Ide hallgass, ez nagyon fontos. A te Évád körül nagyon bűzlik valami, érted? Egészen biztos összejátszik a gyermekrablóval, úgyhogy vigyázz, és hívjál vissza. Kérlek, hívjál vissza mindenképpen! Ez foglalt! A francba! Köszönöm, James. Mókuskám, lehetséges, hogy kikapcsoltad azt az édes kis mobiltelefonodat, ha? Fontos dolgot akarok mondani, figyelj rám! Én meg sietek, engedj már! És ne gyere utánam! Anton! Anton! Hát te Évád körül bűzlik valami. Minden rendben? Hogy ne. Köszönöm. Hogy hová? Az operába? De nem biztos, hogy odaérek. Jól van, sietek! Thank you.
Igen? Rendben. Jó estét! Adhatok egy programot? Nem, köszönöm. Rosszul van. Biztos a vérnyomása. Hívok orvost. Mi történhetett vele? Te mocsok! Állj meg! Ó, igen, drágám. Te szemét! Kinyírlak! Segítek. Ha ez nem jó alkalom. Istenem. Sosem tudjuk meg, hol van Carlos. Ezt akartam egész idő alatt elmondani. A te Évád és ez... Nem. Megyünk. Igen. Antónia, hol vagytok? Hogy? A gyermekrabló meghalt. Hol van Carlos? Istenem! Mindjárt ott vagyunk. Megölte őt. Azt nem mondd, hogy közöd van a dologhoz. Nem akarsz valamit mondani?
Hogy lehet ez? Hogy lehet? Nem volt ő rossz ember. De a csalódás azt tönkretette. Nem tudtam megakadályozni. Hol van Carlos? Mi csak békét akartunk. Békét? Nem fogsz békét találni. Hol van Carlos? Te ölted meg őt! Add vissza a fiamat! Add vissza a fiamat! Semmi baja. Semmi baja. Carlos! Carlos! Vigyázz! Az lesz az! Carlos! Carlos, jövünk! Carlos! Papa! Carlos! Oh. Bingo. Köszönöm. Kinek szabad? Nekem. Nem. Antónia. Hát itt van Antónia. Azt a mindenit. Jaj, de örülök. Antónia. Szervusz. Jó napot. Jó napot. Ő az én Antóniám, akinek tényleg, úgy értem, szinte mindent köszönhetek. Csinos nyakkendő. Igen. Elegáns, a kiadomtól. Nessie terve bejött. A világ még mindig úgy tudja, hogy Moritznak viszonya volt Évával. De kit érdekel? Boldogabbak vagyunk, mint valaha. Carlost már nem lehet elvenni a családunktól. Még Alexandra is egészen oda van érte. Marie számára pedig ő a hős. Éva? Börtönben csücsül. Na és kivállalta a védelmét? Természetesen Friedrich Fürstenberg. És Waltz? Végre megvan a bestsellere. Minden jó, ha a vége jó. Meglátjuk.